vendégeink a filmproducere, Bazsik Ádám, rendezője Huszár Domonkos, és az egyik önkéntese a Világítani fogok kezdeményezésnek, Elek Ági. Sziasztok! Szervusztok! Szervusz, üdvözlőjük a nézőket! Titeket kérdezlek, Domonkos, hogy hogyan találtatok rá a Világítani fogok kezdeményezésre? Hát tulajdonképpen szerencsénk volt, mert a téma talált meg minket, már nem először, hála Istennek. Ágiék látták korábbi munkáinkat, illetve volt egy rendezvény, egy Táborhegyi Napok nevezetű keresztény rendezvény, ahol ők szintén önkénteskedtek, és ott fonódott egybe, tulajdonképpen ott alakult ki ez a kapcsolat kettőnk között, és megfogalmazódott egy ilyen ötlet, ami akkor nyáron elnapolásra került, de aztán egy év múlva elővettük, és egy remek film készült belőle. Ádám, téged mi fogott meg ebben az egész történetben leginkább? Most volt a bemutató, számtalan olyan mozzanat volt, amit ki lehetett volna emelni a filmből, és órákon keresztül beszélgetni róla. Elhangzik a filmben az egyik önkéntestől azonban, hogy nem biztos, hogy jól éljük meg, vagy helyesen éljük meg emberi kapcsolatainkat. És hogy én mindig nagyon-nagyon szeretek a cigány kultúrában jelen lenni, és talán egy a filmkészítés során meg ez a film is leginkább azt mozdította meg bennem, hogy valóban nagyon sokszor közhely ugyan, de elrohanunk egymás mellett, nem igazán érünk egymáshoz, és egy olyan szabad kultúrában, amit egyébként ott megtapasztaltunk a Recsenden mi is a forgatása, tehát között a cigány fiatalok között nagyon jó létezni, és nagyon-nagyon felnyitott, és igazán remek élmény volt, de nagyon-nagyon sok van még, úgyhogy... A forgatásra még majd kérdezlek, Ági, mi a ti munkátok pontosan, tehát mi mindent csináltok ott Recsenden? Na, ezt nehéz lenne röviden elmondani. Egyre növekszünk is, meg ez egy nagyon dinamikusan változó közösség, úgyhogy ezért is nehéz röviden összefoglalni, de kezdjük így a kezdetektől, hogy ez körülbelül egy ilyen 20 éve kezdődött, akkor csak hittantábor volt, és aztán a táboroztatásból most már ott tartunk, hogy havonta egy hétvégét megyünk és szervezünk a gyerekeknek, illetve van egy ember, aki lent, ő ott él, régi táborozónk, aki minden délután foglalkozik a gyerekekkel. És hogy élnek ott Kerecsenden a gyerekek? Tehát mi az általános tapasztalat? Ez egy hátrányos helyzetű régió alapvetően, és a gyerekek, akikkel mi foglalkozunk, ők pedig a többségük a cigány telepen él, szóval egy szegregált környezetben, és akkor ennek minden nehézségével vegyesen, de egyébként egy nagyon örömteli közösség. Nyilván az élethelyzet az kicsit nehezebb, mint egy átlagos magyar családban. Ugye a filmet azt tavaly nyáron forgattátok a tábor során, és akkor két nap alatt állt össze. Igen, kettő nap. Mi volt a vezére, vagy hogy hogyan állt össze a történet, amiből aztán ez a 25 perces rövid dokumentumfilm lett? Kezdem én, aztán Domi mondja tovább, mert ő a rendező. Szóval mindig a Sunshine égisz alatt azt próbáljuk meg, hogy jelen vagyunk. Elmegyünk egy forgatási helyszínre, elmegyünk, megnézünk egy témát, jelen vagyunk ott, és tulajdonképpen abból próbálunk dolgozni filmjeinkben, dokumentumfilmjeinkben, ami úgy esszenciálisan jelen van ott. Tehát, hogy mi nagyon egyszerűen próbálunk ott jelenni, forgunk, amit csak bírunk, és áteresztjük azon a szűrőn, ami mi vagyunk, és ami ott megfogalmazható. De Dami? Ami számomra nagyon-nagyon pozitív volt ebben a forgatásban, és érdekes az, hogy lementünk, és az első 2-3 órában nem is tudtunk volna semmit se csinálni, mert az összes gyerek csüngött rajtunk egyből, beleálltak a kamerába, pózoltak, mindig szerepelni akartak, és hát nyilván kellett idő, mire megérkeztünk mi is, meg ők is befogadtak bennünket. De hogy számomra a nagy tanulság az volt, hogy ezek a gyerekek nagyon-nagyon kiszakítottak engem személy szerint a jó kis megszokott pesti jófiús környezetemből, és hogy egy olyan fajta késztetést adtak számomra, hogy add ide a mobiltelefonodat például, hagyj játszok a telefonoddal, és akkor ott volt a lehetőség, hogy most akkor odaadom neki, elmegy vele, ki tudja, hogy mi lesz, vagy nem adom oda neki, és akkor hazamegyek, és furcsa az egész. És ez egy hatalmas kihívás volt számomra, de egy nagyon jó tapasztalat, hogy egy kicsit az ember elengedi saját magát, elengedi ezeket a korlátait, amit itt a nagyvárosban, meg a jól szocializálódott életében tud és alkalmaz. Csodáltad? És ismer.
A telefon? Igen. Igen, igen. És akkor 10 percig játszott vele, és akkor utána visszaadt. És hát nyilván nem volt semmilyen baj belőle, de hogy ez egy nagy kihívás, egy nagy feladat volt számomra, hogy ezt megérteni, ezt a kapcsolatot, hogy hogyan működik. Egyébként a filmben benne is hagytatok pár olyan momentumot, ahol a gyerekek nagyon látványosan reagálnak a kamerára, tehát ezt nem vágtátok ki belőle. Volt, aki kifejezetten menekült előle, vagy lereagálta, hogy nem annyira. Igen, abszolút a valóságot szerettük volna ábrázolni és átadni. Van benne egy olyan jelenet, amikor két gyerek szenvedélyesen verekszik például egymással. Megmenti őket tulajdonképpen. És hát, ahogy Ádám is mondta, tehát, hogy a valóságból dolgozunk, és azt szeretnénk a vászonra vinni, nyilván művészi minőségben, ami a valóság egy csepp fertítéssel sem. Ugye most jöttetek a film bemutatójáról. Igen. Mik voltak az első benyomások, milyen volt a fogadtatás? Ez szuper eseményen vagyunk túl, és nagyon köszönjük Ágiéknak, hogy ilyen szuper eseményt varázsoltak. Erre a bemutatóra nagyon sokan voltak, teltházunk volt. Azt gondolom, hogy könycseppek csordultak a vetítés utáni beszélgetés során is, és hogy valahogy átjött az, hogy ez a kerecsendi történet, amit átad ez a film, ez egy, ha másra nem is jó, csak arra, hogy egy kiváló mintát, egy élő mintát felmutat arra, hogy képesek vagyunk személyes kapcsolatok révén együtt élni olyan emberekkel, akiknek más a kultúrája, vagy akikkel adott esetben nem értünk egyet, vagy máshogy működnek mi, hogy egy igazi egység tud formálódni ebből, és ez egy tök jó minta, szóval Ctrl-C, Ctrl-P, és tehát lehet vinni. Hol lehet látni a filmet? Egy nagyon gyors kérdés a végén. Shushan.hu. Jó, rendben, akkor mindenki menjen fel és nézze meg. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és további sok sikeres projektet nektek. Köszönöm.